40 éves lehettem, az 10 éve volt, amikor arra gondoltam, hogy nem akarnék én már több közepes bort inni. Mert rossz bort talán nem ittam, vagy csak ha nagyon muszáj volt, de ezt, amihez hozzájutott az ember a közértbe. És ott kicsi különbségek vannak, de azért az mindig közepes volt. És akkor azt gondoltam, hogy ezt én nem akarom. Tehát, hogy az legyen a luxusom, hogy rendes bort igyak. Tagja a borkollégiumnak, amely kiadja az évente megjelenő Borkalauz című könyvet. Ellentétben velem a borhoz igazán értő emberek a tagjai. Rohály Gábor az alapító atya, úgy lehet mondani, akinek azt hiszem múlhatatlan érdemei vannak abban a párbeszédben, ami mondjuk így a bor és a borfogyasztók között zajlik. Az ő ideája volt ez a borkollégium, amelyik tulajdonképpen egy ilyen kóstolási társaságnak indult, tehát férfias egyszerűséggel. A férfiakhoz még hozzá tartozik a Mészáros Gabriella, a Rohály Gábor felesége is. És ebből a kóstoló társaságból fejlődött ki aztán a Borkalauz maga, amelyik független, vagyis hogy megvesztegethetetlen. A másik meg, hogy szakszerű, pontosabban nem is ezt mondanám, hanem az, hogy használható, tehát nagyon jól használható. És ez ugye komoly munka, tehát a borkollégiumhoz bejövő borokat végigkóstolni, akkor egy-egy szezonnak megvan a rendje, hogy akkor nem tudom, minden kedden 6-kor, és akkor rendesen ott 25 bort, természetesen vakon, lepontozva, jegyzetelve. Ki és mi alapján dönti azt el, hogy egy-egy borkalauzba mely termelők, mely borai kerülhetnek be? Bárki beküldhet, és hát akkor kialakul egy szint, ami fölött. Olyan nincs, hogy mindenkinek tessen. De az idővel azért kialakul, hogy valakinek a szava az mennyit ér. Ön szerint miben különbözik a bor mondjuk a sörtől, a viszkitől? Én őszintén szólva a bornak az összes kulturális vonatkozásait nem szoktam figyelembe venni. Tehát számomra úgy kapcsolódik az irodalomhoz, csak úgy kapcsolódik az irodalomhoz, ami nem kicsiny kapocs, mint érzéki élvezet. Tehát a bort is annak tartom, meg az olvasást is annak tartom. Megköztünk szólva a viszkit is annak tartom. Tehát én nem teszek ezügyben a bor és a viszki között nagy különbséget, miközben az világos, hogy mondjuk éppen a magyar irodalom vagy a magyar kultúrának a viszonya a viszkihez és a borhoz az hát nem ugyanaz. Ön számára konkrétan mit jelent a jó bor és a jó étel? A kettő összetartozik törvényszerűen? Nagyon is egybe tartozik, és nagyon, az is megint egy nagyon érdekes tapasztalat, hogy mi történik egy étellel, ha megfelelő bort iszok hozzá, vagy ha nem megfelelőd, és mi történik a borral. Tehát egy olyan bor, amelyik egyedül íva, hogy így mondjam, valahogy sok vagy kevés, valami nincs rendben, de hogyha mellette az van, amit enni kell hozzá, vagy enni lehet hozzá, akkor így a kettő együtt lesz valami, lesz az a harmónia, ami külön nincsen meg. Az egy hihetetlen tapasztalat, hogy rossz pohárból nem lehet rendesen inni. Én Füredre szoktam járni, és ott van a Figula Mihály, aki ugye most az év borásza lett, és valahogy elfelejtettem, hogy ottan nincsen nekünk abba a füredi házba rendes pohár. És hát csak ott szenvedtem. Tehát mert ilyen fogmosó poharakba próbáltam mozgatgatni, vagy valamit kicsalogatni a borból, a bor szellemét, de nem akart kijönni, meg volt sértődve. Ugye amikor a borról beszélünk, meg gasztronómiáról beszélünk, akkor nagyon hangsúlyosan nem beszélünk szociológiáról. Tehát egy jó ételnél soha nem beszélünk az éhségről. Mert úriember nem azért eszik, mert éhes, hanem azért, mert az ízeket szereti.
Na most a bornak van egy nagyon nagy terület, ami, ugye, aminek semmi köze nincs ahhoz, amiről mi most beszélünk. Viszont a kultúrához köze van, mint ahogy ennek is a kultúrához van köze. Tehát amikor a bor kultúrájáról beszélünk, akkor nem csak a hamvasbéráról beszélünk, hanem arról a szerencsétlen baromról, aki hol az apánk, hol nem. Azt írta egy szakíró az interneten, hogy tulajdonképpen sokan a sznobériának köszönhetően fedezik fel az igazi értékeket. Hát persze. Az első lépés az a sznobság. Mindenben. A művelődésnek az első lépése az a sznobság. Hogy valamiért azt gondolják, hogy volna egy minta, amihez igazodni kell. Illik azt tudni, hogy Gere Attila. Tehát Arany Jánost is illik tudni, de azt is kell tudni, hogy Tifán Ede. És akkor még nem tudja igazán, hogy ez micsoda, de az az érzése, hogy tudnia kell. A sznobság az egy nagyon szép fölhajtó erő. Az az első lépés.